négy beszélgető társat invitálnék a színpadra. Elsőként szeretném köszönteni talán a magyar sport legnagyobb ékkövét jelenleg. Mihálisz Norbi lesz a vendégünk. Norbi, kérlek, fáradj föl, aki jelenleg ugye a BTCR 2019-es szezonjának listavezetője. Foglalj helyet. De hogy szakmai körökkel is foglalkozunk, ezért másodikként szólítanám Tál Pétert, aki a Fujitsu Magyarország pre-sales vezetője, és egyébként egy tízes belső égésű motoros RC magyar autó bajnok 2019-ben. Szia Peti, üdvözöllek, foglaljatok helyet. És akkor megint egy sportoló, a magyar bajnok és kupagyőztes PIK Szeged beállós a büszkeségünk, Bánhidi Bencét köszöntsétek. És kedvenc e-sportolóm, aki másodállásban egyébként a HP Indirect igazgatója, Pádár Péter. Köszöntelek benneteket, köszönöm mindenkinek, hogy elfogadta a meghívásunkat, és alapvetően négy témát gondoltunk, ami mellett egy picit szeretném, hogyha ti is véleményt mondanátok, teljesen szabadon mindenkinek, ami éppen az eszébe jut az adott témakörről. A négy témakör egyébként a robotika, az okos eszközök, az IT a sportban, és majd picit az e-sport világába is kacsingatunk. De mielőtt belevágnánk, egy pár szóban mondjátok, hogy mit jelent az informatika a ti életetekben, milyen szinten találkoztok vele, akár otthon, akár a munkátokkal kapcsolatban, és mit gondoltok, hogy ez hogy fog változni a következő időszakban? Mondjuk Norbi, kezdjük veled. Hát először is hadd köszöntsek mindenkit sok szeretettel. Nem sokan tudják rólam, de én mérnök informatikusként végeztem 2006-ban a pécsi Polák Mihály Főiskolán. Vagy te tudtad? Nem, csak őszintén tudok csodálkozni. És én amikor végeztem a középiskolában, akkor nekem fixa ideálom volt, hogy én valami külföldi nyelvterületen fogok informatikusként tevékenykedni, úgyhogy ezért jött a későbbi szakirány informatika téren, de aztán nagyon gyorsan rájöttem, hogy ezen a területen mindig lesz hát sok ember, aki sokkal okosabb, talpra esettebb és ügyesebb nálam, úgyhogy elvégeztem az iskolát, de azt kell mondanom, hogy 2006 óta azt leszámítva, hogy nyilván felhasználóként én is nyüstölöm otthon, vagy nyüstöltem a PC-t, most meg inkább a laptopot, meg az iPad-et. A csapatot leszámítva kevésbé van az életemben jelen az informatika, de mindig fogékony voltam a technikai újítások iránt, és nyilván ezzel a, hát most már sajnos közel 15 évvel ezelőtti informatikai háttérrel még mindig van valamilyen alapom, ami a gondolkodás és a szakmai felkészültséget illeti, a kezelésnél, de azt kell mondanom, hogy akkor is tudtam, és ma is tudom, hogy informatikában otthon lenni, IT-ban otthon lenni borzasztóan fontos, mert ugye mind látjuk, hogy milyen irányba megy a világ, és szerintem az IT belüli felkészültség az, hogy mondjam, mindenki számára lételem kell, hogy legyen a mai világban, mert ez a fajta digitalizáció, ez gyakorlatilag azt vetíti előre, hogyha valaki a hétköznapi életben is boldogulni szeretne, akkor elengedhetetlen az ilyen irányú érdeklődés. Örülök neki, hogy mérnök informatikus van, nem nagyon jó gyakornok programunk, majd beajánlok. Hogy esetleg szépen. Más területen nem boldogulnál. Januártól jövök. Jó, visszatérünk rá. Bence, te hogy állsz ez a kérdés? Ez mit jelent neked az informatika? Mi jut eszedbe erről? Milyen eszközök vesznek körül? Egy picit már más generáció, vagy más generáció, más értékeket képviselsz neked. Mit jelent az informatika? Először is én is szeretnék köszönteni mindenkit. Megmondom őszintén, hogy az én életemben ez nagyon távol állt tőlem az informatika. Mind az iskolában is távol állt, mint pedig otthon, hisz nagyjából a laptopot csak filmletöltésre használom leginkább, vagy internetezésre, azon belül is nagyjából csak ez a Facebook, Instagram, ami nálam megjelenik. A többihez, hogyha lehet így fogalmazni, butus vagyok. Úgyhogy sokan próbálnak rávenni, hogy játszok ilyen Xbox meg PlayStation-nel, de alkalmatlan vagyok ezekhez, úgyhogy ez nem nekem való, maradok a kézilabdánál. Örülök nagyon, hogy ezt mondtad, mert azt hiszem, hogy a laikus szerepkört azt te fogod képviselni a kérdéseknél.
És ez egyébként ez nagyon hasznos szerepkör nekünk informatikusoknak, és majd talán a srácok megerősítenek engem vagy minket abban, hogy mi nagyon sokszor nagyon szakmaian próbáljuk meg ezt az egész területet látni, és nagyon jók azok az impulzusok, akik azoktól a felhasználóktól jönnek, akik nekik egyszerűen csak egy eszköz, egy dolog az életükben, de nem ez hatja át a munkájukat, mint a mellettem ülő két srácnak, akiknek viszont igen. Úgyhogy tőletek nem azt kérdezném, hogy mit jelent az informatika, mert az egy picit furcsa lenne, inkább az, hogy egy picit arról beszéltek, hogy a két óriás vállalaton belül mi a feladatotok az informatikában, egy picit a közönséget hozzuk ezzel képbe. Nekem úgymond, hát én is üdvözlök mindenkit, és hát nekem úgymond a szakmám, az életem az informatika. Magán a cégen belül ugye a technológiát képviselem itt Magyarországon, és hát hogy mondjam, magánéletben mondanám el inkább azt, hogy mi az, amit az informatikában én szeretek és csinálok, és amit nekem elfoglal az életemben. Hát, hogy múltkor összeszámoltam, hogy hány okos eszközöm és számítógépem, tabletem, okos tévém, stb. Van otthon, és ezeknek hány központi processzora van, én nagyjából ilyen 20-22-ig jutottam, és nem biztos, hogy mindent beleszámoltam, az összes kamerát, meg ilyeneket. Nagyon nagy szerencsém van, hogy itt dolgozhatom a Fujitsunál, ugyanis például november elején volt egy nagyon nagy kiállításunk, és ott az összes fontosabb fejlesztéssel megismerkedhettem, ami a Fujitsunál most élenjáró, mint például ugye a mesterséges intelligencia gyorsító kártyánkkal és ugye a rendszerünkkel, valamint ugye a működő, szobahőmérsékleten működő kvantum számítógépünkkel, úgyhogy ha valakinek ezt mond valamit, akkor ez egy óriási dolog, ami meg fogja változtatni az életünket. Köszönöm szépen, Pádi, te maradtál. Köszöntök mindenkit, reméljük a mikrofon is majd. Halló? Na, működik, köszönöm szépen. Én is üdvözlök mindenkit. Én nem annyira vagyok szakember, bár számítástechnikai programozóként végeztem még a középiskolában, de ez már nagyon rég volt. Én inkább az értékesítéssel és a marketinggel foglalkozom a cégünknél. A viszonteladói hálózatért vagyok felelős, tehát ilyen kiváló partnerekért, mint a PC Trade. Én is onnan közelíteném meg, hogy mit lehet a mindennapokban az informatika. A világunk digitális, tehát ezen lehet küzdeni, meg lehet ez ellen menni, de ez már a tényként kijelenthető, hogy a társadalmunk, a társadalmi berendezkedésünk az nem tud digitális kultúra nélkül létezni. Bence említette, hogy hát ő nem nagyon ért hozzá, mert ő csak felhasználóként ezt-azt használ. Szóval, ha az olvasás írásra fordítom ezt le, nem mindenki nyelvész, és nem mindenki ír verseket. Tehát nem mindenki programozó, és nem mindenki érti a mélységeit annak a tudománynak, de mindenki használja látásmódon. Tehát nem tudunk írás-olvasás nélkül létezni, digitális technológia nélkül sem tudunk ma már élni. Abszolút így van, és az, hogy ez a digitális technológia mennyire fonja át az életünket, ugye azt próbáljuk mi minden évben így megmutatni a nagy érdeműnek. Négy témát említettem, és rá is térnék az elsőre, ha nem bánjátok. Az első témánk az idei Szebitnek talán az egyik legaranyosabb és az egyik legjobb látványossága a robot és a robotika. Úgyhogy a robotikából érkezne az első kérdésem. Bence, nagyon kíváncsi vagyok, hogy számodra mit jelent a robotika. Láttál-e már most nyilván a Pepperen kívül más, találkozol-e vele? A te képi világodban hol jelennek meg a robotok, ha megjelennek? Most láttam életemben először robotot, megmondom, hogy szintén elég vicces volt. Nagyjából az én életem az arról szól, hogy edzésre járok, hazamegyek, pihenek, eszek, alszok, úgyhogy a lakásomban nem találok robotot, a sportcsarnokban nem találok robotot, úgyhogy az én életemben egyáltalán nem jelenik meg ez a robotika. Lehet, hogy egy 20 év múlva majd, amikor hazamegyek, otthon egy robot fog várni, nem pedig a barátnőm, ki tudja. Lehet, hogy olyan világot fogunk élni, nem tudom. Úgyhogy nálam ez nincs jelen az én életemben. Peti? Bocs, két Péter van, Pádi leszel, te meg Peti, jó? Jó, akkor Peti, mert rád észre először. Jó, hát hogy mondjam, a robotokról egyrészt, nekem az a filmek jutnak az eszembe, hogyha humanoid robotról beszélünk. Mai értelemben vett robot az nekem inkább, mert még egy gyárban dolgozó karok, például egy hegesztő robot, egy autó gyártó soron, nekem igazából ezt jelenti a robot ma még.
Pádi? Vitatkoznék. Szerintem csak nem vesszük észre a minket körülvevő robotokat. Tehát nem tudom, amikor Bence kihajtasz egy parkolóból, akkor ember adja neked a jegyet, vagy nyitja ki a sorompót, vagy valami, amit programoztak és egy feladatot ellát. Tehát, hogy mi a robot, nem akarom itt most a definíciát boncolgatni. Nagyon sok helyen létezik, vagy amikor egy bankkal fel akarjuk venni a kapcsolatot, akkor élő személlyel beszélgetünk-e, vagy valamilyen más szoftverrel, ami egy kvázi egy robot, egy előre programozott valami, ami egy adott funkciót megvalósít. Sokkal inkább és intenzívebben vannak jelen az életünkben. Nem tudom, robot porszívó esetleg. Nem akarok porszívó időket játszani, de így az életviteletből adódóan lehet, hogy szükséged lenne rá. Aki otthon várja. Norbi, számodra? Nekünk van robot porszívónk otthon, de nekem is egyébként, amikor a robot meg a robotika téma szóba kerül, akkor nekem is a mit tudom én, régebbi filmek, emlékszem, a robot zsaru volt nekem az első ilyen robothoz kapcsolódó asszociációm. És a korábbi gyártomnál, a Hondánál, ott pedig volt egy, hát egy nagyon kifejlett robot egyébként, akit úgy hívtak, hogy Asimo, és vele turnéztak is az egész világba. Őt a 80-as évek végén kezdték el azt hiszem fejleszteni, és most én 2017-ben találkoztam vele utoljára, akkor már olyan szinten volt, hogy lehetett vele, hát nyilván előre irányítottan társalogni, és tudott focilabdát rúgni, meg focilabdát elkapni is. Tehát hogy nekem azok voltak a kézzel fogható robottal kapcsolatos élményeim. Illetve az utóbbi időben a robot, meg a mesterséges intelligencia témakör, az így az én fejemben kicsit összekapcsolódott. Ugye nálunk is, hogyha az autósportos asszociációt szeretnék mondani, akkor borzasztóan érdekes megfigyelni azt, hogy az önvezető versenyautók, meg az önvezető pilóták fejlettsége az milyen dinamikával tör majd előre itt a következő években, mert nyilván itt nekem is látnom kell, hogy milyen gyorsan kell majd nyugdíjba vonulnom. Versenytársakra? Így van. És az látszik egyébként, hogy ezen a téren is már a kezdeti próbálkozások is borzasztóan kifinomultak. Tehát én azt látom, hogy most egy olyan szintű robbanás van az autósport, robotika vonatkozásában is, amit muszáj szemmel tartani, mert az én személyes életemre is hát elég nagy mértékű hatása lehet. Amit említettél, Norbi, és a robotikától szerintem sem szabad elkülöníteni, ez a mesterséges intelligencia, ami tulajdonképpen, most nagyon csúnya szót akarok használni, akkor működteti ezeket a úgynevezett robotokat, algoritmusokat programozunk beléjük, hogy úgy mondjam, és ellátnak egy olyan feladatot, amit mi hasznosnak gondolunk. De hogy a mesterséges intelligencia nem csak a robotikában van jelen, arra egy picit szerintem lépjünk hátrébb, és ezt a témakört is érdemes boncolgatni, hogy mit gondoltok, hogy a mesterséges intelligencia mennyire van jelen az életetekben? Bence, szerinted ez mennyire hatja át a mindennapjaidat? Igazából a telefonomon használom ugye a Face ID-t, használom ezt az Apple Pay-t, azzal ugye lehet fizetni, nagyjából ennyire jelenik meg az én életemben ez a mesterséges intelligencia, úgyhogy most hirtelen gondolkodom kell, hogy még valahol megjelenik-e, de nem nagyon tudok más mondani, úgyhogy talán ez a kettő dolog, amit én használok. Peti, neked nagy szívecsücske a mesterséges intelligencia, azt tudom, úgyhogy egy picit Bencinek tudnál tartani egy kis mini előadást, hogy egyébként szerinted az ő életében még mennyi helyen jelenhet meg a mesterséges intelligencia, amiről hát, talán nem is tud? Ahol például, hogyha közlekedik az utcán mindenhol, tehát például egy ilyen közlekedésvezérlés már az egy intelligencia. Tehát amit mesterséges intelligenciának nevezünk, az gyakorlatilag egy emberi gondolkodást imitáló digitális algoritmus, ami mindenhol megjelenik. Akár lehet például egy tapsolásra felkapcsolódó vagy lekapcsolódó lámpa. Na, most már okosabb lettem, ezeket se tudtam, úgyhogy láthatjátok, mennyi vagyok képben ezekkel a digitális dolgokkal, mert tényleg én nem találkozom ezekkel, de most, hogy mondtad, igen, így az utcákon is, vagy otthon még nincsen olyan, hogy tapsolok, aztán lekapcsolódik a lámpa, sajnos. De néha edzések után jó lenne, mert fáradt vagyok, úgyhogy sokszor nincs kedvem felállni az ágyból. Pádi, neked a mesterséges intelligencia mit jelent? Számomra is alapvetően ez inkább algoritmikusokat jelent még. Ezek az algoritmusok, ezeknek különböző szintjei vannak, és ugye onnantól válnak kvázi mesterséges intelligenciává, tehát intelligencia-szerű dologgá, hogy rettenetesen nagy adatbázisok vannak mögötte, amiket az IT fejlődésével rettenetesen gyorsan tudunk lekérdezni.
Tehát mindenről gyűjtünk ma már adatot, minden szenzorok figyelnek a forgalmat, a hűtőben lévő dolgokat, amik történnek, már szenzorok figyelik az okos hűtőkben, és ugye kellő mennyiségű adattal a kezünkben, és kellően okos lekérdezésekkel tudunk emberi gondolkodásra hasonlító algoritmusokat tervezni. Tehát én azt gondolom, hogy ez még nem intelligencia, az talán jövő kutatók és filozófusoknak a területe, hogy megmondják, hogy mitől lesz ez valóban még emberibb egy idő után. Jelen pillanatban ezek nagyon gyors adatbázisok, amik fantasztikusan jól működnek, és egy csomó mindent meg tudnak mondani. Tehát ha beütöm a kedvenc számomat a bármelyik zenejátszón, hogy én ezt szeretném hallgatni, akkor a szokásaimat figyelembe véve nagyon gyorsan, és a több hasonló felhasználó szokásait figyelembe nagyon hasonlóan javasol nekem olyan zenéket, amit feltetően fogok szeretni, és nem fogom elléptetni. Ez is valahol egy mesterséges intelligencia, de azért nem egy olyan rettenetesen, nem hasonlítanám össze egy emberi intelligenciával. Világos. Én kosárlabda rajongó vagyok, amióta az eszemet tudom, és 2 éve találkoztam az NBA-ben, mert hogy ugye minden nagy technológiai fejlesztés valahogy nyugatról szivárog be hozzánk. Megjelent egy új statisztikai kategória az NBA-ben, amit gravitációnak neveztek el. A gravitáció az arról szól, hogy azok a sztárjátékosok, akik az NBA-ben is a legkiemelkedőbb sztárjátékosok, milyen hatással vannak az ellenfél védőinek a teljesítményére. Tehát, ha mondjuk Stephen Curry-n védekezik valaki, a saját védőjén túl az ellenfél csapatából hányan lépnek egy picit közelebb a szupersztárhoz, amiatt, mert tudják, hogy ő képes bedobni. És most már minden szupersztárnak van egy gravitációs állandója, hogy úgy mondjam, van egy értéke, ami azt mutatja, hogy mennyire képes terhet levenni a csapattársairól azáltal, hogy őre picit jobban figyelnek. Gondolom a meccsek után viszonylag sok analízist, videózást csináltok abban, még úgy gondolom, hogy az intelligencia vagy az még nem mesterséges, talán az edzőnél van, aki rámutat ezekre. Ez hogy működik nálatok, hogy hogyan próbáljátok ezt a superstar faktort elkenni egymás között? Ez hogy működik egy picit, hogyha a kulisszák megébe engedné minket? Hát ugye nálunk van egy rendszer, amit játszunk. Ez egy elég nehéz rendszer, egy idő után már egyszerűnek tűnik, meg logikusnak. Ugye nálunk a videóelemzés az egy nagyon fontos része a játékunknak. Mi ugye úgy készülünk fel az ellenfélre, kielemezzük őket, hogy mit játszanak, hol vannak a gyenge pontok, a gyenge védők. És most, hogy említetted ezt, hogy például egy sztárjátékos, amennyivel jobban figyelnek nálunk, ez úgy jelenik meg, hogy én vagyok az az ember a pályán, aki úgymond lefixálja a védelmet, és hogyha rajtam van 2 ember, akkor a túloldalon valaki előnyben van, vagy valaki egyedül van, az nem az én dolgom, hogy ezt én döntsem el, hogy ki van, hanem az pedig az irányító dolga, hogy jól döntsön a pályán. Hogyha meg rajtam nincsen ki, valószínűleg egy emberre vagyok, azért vagyok ekkora, és azért vagyok ezen a poszton, hogy nekem tegyék a labdát, mert valószínű, hogy akkor az helyzet. Úgyhogy nálunk ez így jelenik meg, nem pedig úgy, hogy mennyit lép oda a védő, de természetesen azt is látjuk, mert ugye a mesterünk, az edző, egy olyan edző, akivel nem nagyon találkoztam még életemben, ezt minden egyes apróságra, részletre figyel, szóval, hogyha neked nem úgy áll a lábad a védekezésben, azt is észreveszi, úgyhogy ővel erről lehetne jókat beszélgetni, de leginkább mondom, ez a videóelemzésekben jelenik meg nálunk ez az egész történet. Köszönöm szépen. Norbi, nektek kevésbé kell a csapattársak ilyen irányú gravitációjával foglalkozni, viszont ha valaki, akkor ti aztán rengeteg adattal dolgoztok, iszonyat mennyiségű adat áramlik be egy-egy autóból hozzátok, aminek úgy gondolom, hogy egy részét mesterséges intelligenciával talán feldolgozzátok, de végén mégiscsak a versenyző vagy a csapatmérnök az, aki meghozza a döntést, de ha valahol, akkor az autósportban úgy gondolom, hogy hatalmas technológiai előnyre tud szert tenni az, aki, és ez nyilván tizedekben mérhető, aki jól tudja alkalmazni a technológiai megoldásokat. Hogy van ez nálatok, amit nyilván a kulissza enged, egy picit beavatnál minket, hogy meddig dolgozik a mesterséges intelligencia, hívjuk ezt bárminek, és honnan hozzátok ti a döntéseket? Amióta változott a formátum nálunk a túraautó világkupában, 2-ről 3 versenyre és 1 időmérőről 2 időmérőre, azóta azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon fontos ez a része az adatfeldolgozásnak és a mintáknak való
megfigyelésnek, mert nagyon-nagyon kevés idő van. Ugye azt kell elképzelni, nekünk van egy szombat meg egy vasárnapi napunk, és abban bele van sűrítve 3 versenyfutam, 2 időmérő és a szabad edzések. És főleg egyébként az első nap a szabad edzésekkel, az első időmérővel és az első futammal borzasztóan fontos. Olyan tekintetben, hogy én is, mint versenyző, a csapattársakhoz képest, ugye mi nyílt megosztjuk egymással az autók beállítását, nyíltan megosztjuk egymással a telemetri adatokat, és ugye nekem is van egy adatmérnököm, akit megosztva használok a közvetlen csapattársammal, Gabriele Tárkinivel. Ugye neki is korlátozott az időbeli kapacitása. Nagyon-nagyon fontos az, hogy ő az első adott pillanatban azonosítani tudja azokat a vezetéstechnikai különbségeket, amik mindig adottak. Tehát, hogy én ugye ezzel a csapattársal dolgozom most már sokadik éve, és minden pályán, minden alkalommal más hőmérsékleti, más tapadás viszonyok között ugye más-más a hozzáállás egy időmérőkörhöz, egy versenyetaphoz. Nagyon-nagyon fontos szerepe van a versenymérnöknek abban, hogy nekem gyakorlatilag előkészítőként már hatékony információkat közöljön azzal kapcsolatban, hogy én a vezetés technikámon hol tudjak csiszolni. De ugye szóba hoztam azt is, hogy őnek is nagyon-nagyon hatékonynak kell dolgozni, és nagyon-nagyon kevés ideje van arra, hogy ezeket a döntéseket számomra előkészítse. Nem mellesleg ott van a csapattársam is, aki ugyanilyen elánnal nyomul fel, és ugyanolyan elánnal szeretné nyilván a saját előnyére szolgáló apróságokat megtudni. Úgyhogy nekem az a fontos, hogy nyilván onnantól kezdve, hogy az én laptopomon nagyon gyorsan megvannak ezek az adatok. Mi is felhőn keresztül dolgozunk, van egy közös szerver, ahol minden versenyző laptopa felcsatlakozik, és akkor ott a belső kamerás felvételeket, a telemetri adatokat gyakorlatilag azonnal hozzáférhetővé teszik. És nagyon-nagyon fontos az ilyen jellegű kapacitásbeli hiányok miatt nekem versenyzőként is pontosan látni azokat a tendenciákat és mintákat, amiket esetleg az adatmérnököm nem vesz észre, mert talán, hogy mondjam, nektek is nyilvánvaló az, hogy adatmérnök sem feltétlenül versenyző. Tehát ő is egy bizonyos szintig látja azokat a dolgokat, amiket ugye nekem továbbítani kellene, és amiket nekem el kéne mondani, hogy mit kell másképp csinálnom, de az igazán mély dolgokat, amik akár ezred meg század másodpercekről döntenek, azokat legtöbbször nekem saját magamnak kell észrevenni. És amikor van egy olyan jól bejáratott rendszer, és ez nem is feltétlenül most még mesterséges intelligencia, de olyan adat előkészítő folyamat csapaton belül, ami gyakorlatilag egy kicsit helyettesíti ezt a mesterséges intelligencia témakört, az akár adott helyzetben jelentheti a különbséget, hogy valaki világbajnoki címet nyer, vagy ötödik helyen végez egy nagyon-nagyon szoros bajnokságban. Mi is úgy dolgozunk, hogy 4 vagyunk a csapatban, ugye 2+2-es felállásunk van idén, tehát nekem gyakorlatilag magamon kívül van még 3 csapattársam, akinek az adataihoz hozzáférek, és én is próbálom lecsupaszítani, és próbálom a lényeges dolgokat felismerni, és magamhoz ragadni, és elsajátítani az ő versenyzésükből. De ez egy végeláthatatlan folyamat, és nekem egyébként ott kapcsolódik ez a mesterséges intelligenciához, hogy nagyon-nagyon érdekes lenne versenyzőként egy olyan algoritmust használni, ami nekem hát kis túlzással, onnantól kezdve, hogy be vannak táplálva ezek a vezetéstechnikával kapcsolatos adatok, kidob a végén egy általános hozzáállás, vagy egy általános hozzáállásbeli tanácsot, hogy most az esetek 80%-ában, ha később fékeznék, akkor ez körönként jelentene 1/10 másodperc pluszt, mert sokszor ugye időmérőn is kinyomtatják a telemetri adatot, két kimenettel között nekünk van mondjuk 3 percünk a box utcában, tök jó lenne egy olyan rendszer, hogy odahozzák nekem a tableten egy mesterséges intelligencia vagy algoritmus által előkészített ugye egy kis anyagot, amiből láthatnám azt, hogy a következő kimenetnél, hogyha arra figyelek, hogy 3 kanyarban 8 méterrel később fékezek, akkor az simán el tudom képzelni, hogy ugye 10 másodpercekben mérhető plusz lenne. Úgyhogy nekem, ahogy mondjam, a Gergővel, meg a Dáviddal, versenymérnökömmel, meg ugye a cégtársammal, folyamatosan ilyen dolgon jár az eszünk, hogy hogy lehet nem csak versenyző oldalról feltétlenül, de hogy lehet a döntés előkészítési oldalról ezt a jellegű, kifinomult algoritmus tömkeleget ezt úgy hasznosítani, hogy egy ilyen tömött verseny étvégén a mi döntéseink is minél nagyobb arányban és minél, kisebb idő alatt legyenek nagyobb arányban helyesek.
Peti, itt Norbi nagyon sok olyan dolgot mondott, amit szerintem, minthogyha előkészíteni a terepet a számodra. Ugye Peti olyasmit csinál, mint Norbi, csak egy picit kisebb autókkal, de nekik is van, neked is van telemetriai adatod, ugye ebben a bajnokságban, ahol te most győztél, itt is nagyon sok beállítást kell az autón eszközölni, hogy ilyen szempontból nagyon hasonlít a te munkád meg az ő hobbija, hogyha nem tudom neked melyik a fontosabb most, még sokan vannak, úgyhogy így hívom. Hogy látod, hogy abban a szakaszban, amit Norbi említ, az előkészítő munka, magyarán az, ahol elemezzük, hogy hányféle beállítás lehet, mi lenne tényleg az ideális, ott nekünk, az informatikai szakembereknek, vagy egyáltalán az iparágnak, mint az informatikai iparágnak, milyen lehetőségei vannak? Még van-e ebben még ugrásszerű előre lépési lehetőség, vagy határainkat feszegetjük, vagy azért meg kell nyugtatni Norbit, azért még a képességére szükség lesz a következő egy-két évben? Hát én azt mondom, hogy a képességeire mindenféleképpen szükség lesz, ugyanis ezeket a tanácsokat, ezeket végre kell hajtani, és ez nem mindegy, hogy valaki milyen pontosan tudja ezeket a tanácsokat betartani és végrehajtani. Viszont igen, a mesterséges intelligencia által előkészített adatok nagyon-nagyon fontosak lennének egy ilyen csapat számára, ugyanis hát mondjuk példaként tudnám említeni, ugye az angol kifejezés a pattern recognition-t, ami egyébként ilyen függvény vagy ábra felismerés, ami például ugye telemetriai adatokban bizonyos jellegű ábrákat felismeri, ki megmutatja, hogy na akkor itt volt, amikor később, itt hagytad egy kicsit gurulni, itt még volt benne egy kis oldalgyorsulás pluszban, tehát hogy ezeket a mintákat felismerni és ezeket kiemelni és megmutatni a sofőrnek, ezeket lehetne mesterséges intelligenciával például úgymond előkészíteni. Viszont, ugye, amiről beszélgettünk már itt előtte, ugye létezik egy másik technológia, a kvantum számítógépek technológiája, ami nem digitális technológiát használ, hanem egy teljesen másik elven közelíti, ő kombinatorikai műveletekben nagyon erős, ugye nem egy office-t fogunk ezeken futtatni, hanem kombinatorikai műveleteket tudunk rajta elvégezni. Például ugye egy olyan műveletet, hogy van egy utazó ügynök, akinek van 30 ügyfele, és hogy melyik az a legrövidebb út, ahol én azt a 30 ügyfelet végig tudom látogatni, ugye ez egy nagyon fontos költség szempontból ez az adat, ugye, de viszont ezt kiszámolni digitális technológiával szinte lehetetlen, egy nagyjából 17 millió év lenne a mai technológiával, és ezt a kvantum számítógép nagyjából 3,5 másodperc alatt számolja ki, és ugye ezt, ugye, hogyha végigvesszük egy versenyautóban az összes paramétert, ugye a kerékdőlés, tapadás, ugye a keréknek a nyomása, a keréknek a ugye az összetétele, a motorerő, nyomtáv, mindenféle olyan paraméterek vannak, még van 100, amit nem mondtam el. Hogyha ezeket ugye figyelembe vesszük, a kvantum számítógép, hogyha megfelelően programozzuk, megfelelő inputtal rendelkezik, nagyjából 1,5 másodperc alatt mondaná meg a pályára és a hőmérsékletre, tapadási viszonyokra beállított legjobb beállítást, optimálisat. Nekünk tényleg kell névjegykártyát cserélnünk szerintem itt az előadás végén. Jó, akkor én kiszálltam a beszélgetésből, a közönség pedig majd a két úriember technológiai disputáját hallhatja. Valóban úgy gondolom, vagy hát a kvantum számítógép az manapság még egy nagyon megfoghatatlan valami. Magának az működési elvétnek a lehetőségeit is mi szakemberek is csak kapargatjuk. De úgy gondolom, hogy ha van valahol, ahol nagyon nagyot lehet előre ugrani, az az autósport, hiszen minél több ugye paraméterünk van, minél több azokat, amikre figyelni kell, szél, gumionyomás, Isten tudja, most nem fogom is sorolni, annál nehezebb megtalálni a legeslegjobbat, és ugye a kvantum számítok ebbe tudna segíteni. Az IT jelenlétéről a sportban úgy gondolom, hogy kellően megbizonyosodtunk, de van most már egy egészen más vonulata is az informatikának, ahogy jelen van a sportban, ez pedig az e-sport. Az informatika ilyen módon is megjelent, játékok terén ugye megjelent. Norbi, ahogy jól tudom, ugye te korábban azért a szimulátoroknak nagy rajongója voltál is, vagy is, tehát ez a szívedben különleges helyet foglal el. Bence mondta, hogy a PlayStation még nem annyira a szíved csücske, de és most Pádi, hozzád fordulnék, mert az e-sportnak nagy hazai rajongója, képviselője vagy. Mit gondolsz, merre tart az informatikának
ha egyáltalán az informatikának az iránya ez, én úgy gondolom, hogy igen. Milyen lehetőségek vannak ebben, és honnan, hova fejlődtünk, hol tartunk most e-sportügyileg? Hogy látja az e-sport kérdést egy akkora cég, mint a HP? Milyen lehetőségeket látok ti ebben? Köszönöm szépen, jó sok kérdés volt. Igyekszem. E-sport témakör. Én nem mennék ebbe bele, hogy sport, e-sport, hogy akkor az e-sport, sport, ez szerintem a beszélgetésnek nem erről kell szólnia. Magáról a számítógépes játékok világáról talán azt érdemes tudni, hogy el tudjuk helyezni, hogy azt hiszem 2008 volt az az év, ahol ez mint iparág, mint biznisz, ez önállóan nagyobb, mint a film és a zeneipar. Tehát az összbevétele a videójátékok piacának 2008-ban volt nagyobb egyedül, mint a filmeknek és az összesebben minden hollywoodi filmek, Apple Music, YouTube Music, Spotify, mindent beleértek. Tehát az, hogy ez ma egy gigabiznisz a világban, az nem kérdés. Ilyen formán az olyan gyártóknak, mint a HP is, kutya kötelessége ebben informatikai beszállítóként részt vennie, tehát mi is nyilvánvalóan fejlesztünk és forgalmazunk Omen néven olyan gaming eszközöket, egyébként itt is meg lehet őket tekinteni, ki lehet próbálni, amikkel ezek az e-sportolók játszanak. Ezek nyilvánvalóan kicsit, ha mindenképpen párhuzamot kéne vonnom, én azt mondom, hogy valahol egy technikai sport, tehát az autóversenyzésben is nyilván a technikai elem egy nagyon-nagyon jelentős faktor, az emberi faktor is egy jelentős faktor. Gondolom, Norbi, te is egyébként fordítasz kellő figyelmet arra, hogy egészségesen élj, nem lennél képes fizikailag ott lenni a versenyeken, hogyha egyébként nem sportolnál. Nyilván a te életedben viszonylag ez a kisebb faktor, mint mondjuk Bencénél valószínűleg ez a nagyobb, a testedzés és az egészséges életmód, de mind a kettőtöknél ott van. Az e-sportolóknál is azt gondolom, hogy aki egy 8 órás full fókusz koncentrációt szeretne egy offline LAN versenyen beletenni, abban, hogy megnyerje a versenyt és legyőzze a többieket, annak muszáj, hogy legyen egyfajta fizikai állóképessége, koncentrációképessége, tehát nagyon sok párhuzamot lehetne vonni. Az e-sport az egy töretlenül fejlődő valami, egy világbiznisz, már most, tehát nem lesz, meg nem ez a jövő. Magyarországon is egyre nagyobb léptékkel fejlődik. Most már a második szezonja fog elkezdődni a Nemzeti e-sport bajnokságnak, illetve más egyéb versenysorozatok ezzel párhuzamosan is megjelentek. Egyre több olyan szponzor száll be ebbe a dologba, aki eddig ezen a piacon nem volt szorosan kapcsolódó, tehát nem informatikai beszállító, nem perifériákat gyárt, nem szoftvert fejleszt, nem streaming szolgáltatást nyújt, hanem bankok, biztosítók, pénzintézetek, üdítőgyalgyártók, tehát olyanok, akik ezen a területen keresztül próbálják megszólítani a vásárlóközönségüket. Ez a vásárlóközönség, ez gyakorlatilag már az egészen fiatal generációktól, jó magam már 40 közelében, tehát egészen a 40-50 éves korosztályig azt gondolom, hogy megtalálható itt, és ennek főleg a fiatalabb generációnak annyira átalakult a média fogyasztási szokása, hogy ezek a szponzorok, befektetők már nem feltétlenül érik el a hagyományos csatornákon keresztül, tehát már Facebookon sem érhetők el bizonyos generációk. A Facebook, ugye, ahogy anyám is ott van, onnan én távozni szeretnék típusú dolog lett, innentől kezdve már nem ott érhetők el ezek a generációk. Elképzelhetőnek tartod, hogy tartjátok azt mondjuk a jövő technológiái az egész rendezvénynek ezen égisz alatt fut, hogy mondjuk 10 év múlva Norbi a HP-nak lesz mondjuk a versenyzője? Tehát tart az e-sport egy olyan irányban, hogy 10-15 év múlva nem Hyundai, Honda, Mercedes gyári csapatok lesznek, hanem HP, Fujitsu, és mindenkinek lesz egy versenyzője, mert ez ennyire erős vonalat vesz? Szabad, de most is van. Igen, tehát hogy Norbi is így kezdte, ha jól tudom, szimulátoron. Így van, tehát én hogy mondjam, nagyjából 10 évet tényleg kőkeményen játszottam autós játékokkal, és végül nekem ez volt a nagy szerencsém, hogy ebből a közegből emeltek ki, és lett valós lehetőségem. De a kérdésre visszatérve, tehát ez már most kézzelfogható valóság. Ugye a túrautó világkupának van egy ilyen hivatalos e-sport bajnoksága, ahol egyébként a Mira is indít csapatot, és ott ugye vannak Forma 1-es csapatok, vannak, hát hogy mondjam, most nem mondok szándékosan neveket, de az, amit te már mondtál az előbb, az már bőven kézzelfogható a mi e-sport bajnokságunkban is. Akkor átfogalmazom a kérdést, mert igazatok van, hogy ez lesz a mérlegen a döntő többség. Szerintem... Tehát, amikor sportról beszélünk, akkor lesz egy olyan generáció, akinek már nem a tényleges autósport fogja jelenteni a sportot, hanem az e-sport. Azért biztos szerintem, hogy így lesz, mert
az látszik, hogy egyre nagyobb tömegeket mozgat meg, ugye ez a jellegű tendencia. És hogyha most autósporttal kapcsolatos e-sportról beszélünk, akkor olyan szintű, hát én azt mondom, hogy tízezres nagyságrendű tömeg játszik már aktívan Magyarországon is, csak autósportos játékokkal, hogy ez már, ugye beszélgetetek ti is róla, hogy ez már rég kinőtte magát, mint iparág. És onnantól kezdve, hogy nyilván minél több nagy nevű gyártó, teljesen mindegy, hogy milyen területről fektet ebbe pénz, úgy fog piaci alapon majd még nagyobb tömegeket mozgatni, mert már most lehet vele pénzt keresni. És azzal, hogy minél nagyobb tömegeket mozgat meg, az idővel majd azt is jelenti, hogy a szakmai szint, a rátermettség, a maga a tehetség a virtuális világban, az egyre inkább adott kell, hogy legyen, hogy az ember sikereket érjen el. Úgyhogy én onnantól kezdve biztos vagyok benne, hogy már most látszik ez a tendencia, hogy autógyártók Forma 1-ben is, e-sport bajnokságokban nevelnek kezdetlegesen tehetséget, mert összehasonlíthatatlanul költséghatékonyabb módja ez az autóversenyzők felfedezésének, onnantól kezdve, hogy ennyire kifinomult meg jó a versenyautók virtuális fizikai modellje, hogy én biztos vagyok benne, hogy ez lesz a jövő. Az, hogy ez most 10 év múlva, 25 év múlva, vagy 5 év múlva fog bekövetkezni, és ott lesz majd az átmenet a között, hogy ez már egy népesebb csatorna lesz fiataloknak, hogy betörjenek a valós automotorsport világába. Az nyilván nagy kérdés. A következő lépésben is biztos vagyok, hogy most beszélünk húsvér versenyzőkről, valós versenypályákból, mondjuk Forma 1-es versenyeket illetően. Én simán el tudom képzelni, hogy évtizedek múlva meg lehet majd még ez a top király kategória a valós versenyzésben, de simán elképzelhetőnek tartom, hogy ott lesz mellette a még nagyobb tömegeket és akár szakmai szintet megmozgató virtuális mása. Köszönöm. Bence, nálatok a kézilabda egy viszonylag kézzelfogható sport, ahol a technológia talán annyira nincs jelen a pályán. Nem tudom, használtok a mindenféle vérnyomás, szívverés rögzítő speciális eszközöket, amiket edzésen vagy pályán is viseltek. Van esetleg arról víziót, hogy ez merre tartat a kézilabdában, hogy az ezen alapuló döntések mennyire segítetek egy csapatjátékát, ki mennyit pihen, hogy tartalékoljátok esetleg a szezon második felére magukat. Ebben szoktatok erről beszélni, vagy látod-e, hogy szivárog be a technológia akár ilyen szempontból a mindennapokba, okos eszközökkel, órákkal, testen viselhető dolgokkal, mennyire kezd szorosabbá válni mondjuk a kézilabda kapcsolata? Igen, ugye nálunk is megjelennek ezek a dolgok leginkább alapozásnál, hogyha ha lehet így fogalmazni, ugye azzal mérik, hogy hány százalékon futsz, igazából rajtunk van ez a polármérő, egy óra, ott tudod magadnak figyelni, hogyha 80%-os futás van, vagy akkor azt tartsad végig, úgyhogy ez nekünk is úgymond megkönnyíti az edzés munkánkat. Most januártól úgy tudom, hogy az Európa-bajnokságon már lesz rajtunk egy olyan rendszer itt a nyakunkon, a mez alatt, ami mindent fog látni, hogy te mekkorát lősz, mekkorát ugrasz, hogyha megsérülsz, akkor miért sérültél meg, hogy melyik volt az a gyengébb oldalad, vagy hogy mi történt. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebből is az elmúlt 5 évben nagyon nagy volt az előrelépés a kézilabdában, de ugyanúgy ez látható a fociban is, mert ott már kicsit korábban kezdték ezt az egész rendszert, úgyhogy nálunk ez egyre jobban kezd megjelenni. Most már a klub is ugye nem sajnálja ezekre a dolgokra a pénzt, úgyhogy ezek hasznos dolgok nekünk is, és az edzőknek is. Peti, szerinted az okos eszközök térhódítása az jelenleg is zajlik, ugye ebben benne élünk. De a következő 5 évben melyik terület lesz, ami dinamikusabban fejlődik, az otthoni részt, és akkor itt gondolhatunk okos eszközökre, okos sportszívókra, okos redőnyre, okos WC-papírra, már minden okos. Vagy inkább a vállalati, üzleti élet az, beleértve akár a sportot is természetesen, ami a technológiai fejlesztéseket magával húzza, indukálja. Hogy látod ezt a részt? Hát én azt gondolom, hogy egy otthoni okos rendszerbe sokkal könnyebben
fektetünk bele, és ez sokkal könnyebben fog teret hódítani, viszont én azt mondom, hogy, hogy az üzleti szereplőknek is erre oda kell figyelniük, mert aki ebbe befektet, és összegyűjti az adatait, ami, és ismeri ugye az üzletét, tehát ismerni kell az üzletet, ez egy nagyon-nagyon fontos mondás, és hogyha ezt ugye ismered, tudsz rá reagálni, tudod módosítani, és akkor előnyt szerezhetsz ugye a versenytársakkal szemben. Ez Magyarországon még nem annyira jellemző, viszont én azt mondom, hogy, hogy az okos eszközök, mint például egy sima otthoni wifi-s kamera például, ezek sokkal elterjedtebbek lesznek Magyarországon, sokkal gyorsabban fog teret nyerni. Norbi? Autók okosítása, ez nyilván most jelenleg azért szabályok közé van szorítva. Ez merre fele tart? Hogy látod ennek? Milyen evolúciója van az autósportban? Hát az autósportnak, igen, érdekes kérdés. A beszélgetés elején beszéltünk az önvezető járművekről, és arról, hogy ugye versenysportban is megjelentek már az önvezető versenyautók. Nekem borzasztóan kíváncsi lesz megfigyelni azt, hogy az önvezető autóversenyzésnek, vagy a versenyautóknak van-e létjogosultsága, és hogy az érdekességi faktornak mekkora hányada az, hogy ezeket az autókat tényleg húsfér emberek vezetik, azok versenyeznek vele is, és hogy igen, tévénézőként valaki arra kíváncsi, hogy ezek ütköznek, ezek az emberek megsérülnek, stb. Tehát rengeteget gondolkodom egyébként ezeken a kérdéseken. Én azt mondom, hogy most van egy olyan fajta törekvés autógyártók oldaláról is, hogy nem csak a hétköznapi életben, hanem a versenysportban is az önvezető autókra, illetve versenyautókra, illetve ezek fejlesztésére és kifinomultságának növelésére nagyon nagy hangsúlyt fektetnek. Érdekes lesz megfigyelni, hogy a versenysportban ezek a technológiák, ezek meg tudják-e vetni a lábukat. Ugye mind hallottatok már talán a Formula E-ről, ami a Forma 1-nek az elektromos autós változata. Na most ebben a Formula E-ben a tavalyi évben már volt egy Roborace nevezetű betétfutam sorozat, ahol ugye az volt a célkitűzés, hogy önvezető versenyautók körözzenek. Nem is feltétlenül most egymás ellen, hanem azon a nyomvonalon, a marokkói városi versenypályán, mint ahol később aztán a Formula E versenyautó is köröztek. És ugye azt kell mondani, hogy nyilván azt hiszem, hogy volt egy néhány baleset ott ezen a demo futamon, de már ott is olyan szintű kifinomultság látszódott ezeknél az algoritmusoknál, ami az ideális ív, a tapadási körülmények megfelelő feltérképezését illeti, hogy én azt látom, hogy ez évek kérdése, amire az automotorsportba be fog törni. Azt mindenkinek azonban látnia kell, hogy a hétköznapi életben és a motorsportban azért nagyon, nagyon más alapokról kell indulni, hogyha jó algoritmusok kifejlesztéséről beszélünk, mert más a cél. Ugye a hétköznapi életben a biztonságos eljutás A pontból B pontba az a fő cél, a motorsportban meg nyilván a gyors eljutás az a fő cél. Természetesen ennek is valamennyire biztonságosnak kell lenni, mert ha bármennyire gyors versenyautó a harmadik kanyarba a falba végzi, az nem lesz futamgyőztes, meg nem lesz sikeres. De mégis egy olyan fajta hozzáállásbeli és programozásbeli alapkülönbségről beszélünk, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy ha betörik végérvényesen az önvezető technológia hétköznapi életben, akkor az azt fog jelenteni, hogy ez kis idő elteltével be fog törni az automotorsportba is. Ha már önvezető autó, és akkor az önvezető autónk ugye a mai negyedik témánk, és nagyon jól fölvezeted ezt a dolgot. Páti, te hogy látod, teljesen a magánvéleményedre vagyok kíváncsi, Magyarországon mikor fognak közöttünk önvezető autók közlekedni? Hogy látod ezt a témát? Hát nem vagyok jós. Azt kell látni, hogy ezek a digitális találmányok, ezek annyira rohamosan fejlődnek és terjednek el manapság, hogy itt nem kell 50 években gondolkodni. Tehát ha megnézzük, hogy egy nagy technológiai vívmány milyen gyorsan terjedt el, akkor talán valahol a számítógép volt az, ami már egy ember öltön belül elterjedt. A mobiltelefon meg 5 éven belül terjedt el, meg a mobil internet, meg mit tudom én, 1 éven belül, 2 éven belül. Tehát az, hogy egy technológia megjelenik, ha ez piacképes és megjelent, tehát már kész van arra, hogy megjelenjen a piacon, akkor borzasztó gyorsan elterjed, és borzasztó gyorsan használatba vesszük. Ugye ebből is adódik egyfajta frusztrációja a mai kor társadalmának, hogy nincs idő ezeket a technológiákat megrágni, nem tudjuk eldönteni, hogy jó-e vagy rossz-e.
akkor most mit adjunk át ebből a gyerekeinknek, stb. De nem vezetném el ilyen irányba a beszélgetést. Amit ezzel mondani szeretnék, az az, hogy én azt gondolom, hogy a digitális technológiának és a digitális kultúrának az nem egy, tehát hogy mondjam, ez egy a jövőnk szempontjából alapvetően fontos dolog. Tehát enélkül, nem akarom ilyen pátoszos irányba elvinni, de úgy látom, hogy az emberi társadalom, vagy az emberi fajnak a fennmaradása múlik rajta. Ha abba belegondolunk, hogy olyan egyszerű dolgok, mint az Uber például, milyen globális együttműködéseket hoztak létre. Tehát te vadidegenként egy tök idegen városba, egy tök idegen embernek az autójába bemersz ülni, hogy vigyen el A-ból B-be, ez elképzelhetetlen volt a digitális technológia korszaka előtt. Annyian élünk már ezen a bolygón, és Magyarország mondjuk nem egy túl népesedett ország, de mondjuk ha elmész Budapestre, akkor megőrülsz a dugóban. Tehát egy Budapest méretű városnak az úthálózatát már nem fogod tudni hova fejleszteni, csak abban az esetben lehet megoldani bizonyos társadalmi problémákat és kérdéseket, ha ezek a technológiák elterjednek. Ha lesz önvezető autótechnológia, ha ezek az járművek, tömegközlekedési eszközök, vagy akár a közösségi közlekedési eszközök, mert azt gondolom, hogy annak is valahol meg kell szűnnie, hogy egy autóban egy ember ül és áll az M3-oson vagy az M5-ösön a dugóba. Tehát ezek nélkül ezeknek nem lesz megoldása. Tehát amint a technológia készen áll, ennek rohamosan el kell terjednie. Tehát én azt gondolom, hogy még az én életemben ez bőven. És én várom azt a pillanatot, amikor én majd ülök az önvezető autóban, és a másfél órás befelé tartó utam a melóba, az mondjuk értelmesen eltölthető, mert nem én vezetek. Fölteszem most a kérdést, és majd fölteszem 10 év múlva is. Beülnétek egy önvezető autóba, Bence? Most. Én személy szerint nem érezném magam biztonságban, nem tudnék ott úgy ülni, hogy nem figyelek az útra. Nem biztos, hogy élvezném, mert ha már egyszer veszek egy autót, akkor az azért veszem, hogy vezessem és hogy kielvezzem minden egyes pillanatát. Természetesen vannak olyan dolgok az autóban most már, hogy sávtartó, meg ilyen dolgok, ezek jó dolgok, meg távolságtartó, ugye ezek hasznos dolgok, de nem biztos, hogy nyugodtan ülnék egy önvezető autóban. Én simán. Én nagyon, nagyon szívesen. Nyilván most nem szeretném teljesen minden utamat átadni az önvezető autónak, de én úgy érzem, hogy már most például én nagyon sokat közlekedem Pécs-Budapest között. Tehát, hogy azok a folyamatok, amiket én lezongorázok a pedálok meg a volán mögött, azok már bőven most érettek arra, hogy a jelenlegi ugye, fejlettségi szín mellett én simán az útjaim 90%-át azt nagyon szívesen önvezető üzemmódban teljesíteném. Hát ahol ezek legelőször meg fognak jelenni, szerintem az autópálya. Ott vannak olyan jelzések és olyan vonalak, amihez igazából a mesterséges intelligencia tud alkalmazkodni. És azt mondom, hogy az önvezető autó már félig meddig létezik, ugyanis én Budapestről úgy jöttem ide, hogy beállítottam a tempomatot, sávtartó on, és maximum sávváltáshoz megnyomtam az indexet, és kész. Mindent gázhoz, fékhez igazából nem kellett nyúlnom, ameddig ide értem. De a kormányt azért fogta, nyugtass meg. Ezt azt mond, tehát erről nem volt szó, nyilván sávot azt én váltottam, nem pedig az autó. De egyébként ugye a Tesla már képes arra, hogy ezt automatikusan csinálja. Hogy látjátok, ennek sokkal inkább társadalmi gátja van, vagy sokkal inkább még technológiai gátja van, hogy önvezető autóba így csörögjünk? Szerintem túl bonyolítják azt a kérdést nagyon sokan az én baráti társaságomban is, hogy azért nem ülök majd önvezető autóba, mert én túlságosan szeretem a vezetésnek az élménye, de szerintem ez egy olyan alapkérdés, aminél muszáj messzebb látni. Tehát egyszerűen az ember szereti hatékonyan tölteni az idejét. Én is, ahogy idősödöm, úgy veszem észre, hogy sokasodnak a feladatok. Nekem is évről évre azt érzem, hogy egyre inkább meg kell szakadnom, hogy a saját egyéb feladataimmal boldoguljak. És azt is észrevettem, hogy mennyi időt töltök autóba, és hogyha innen nézzük, akkor ez mennyire haszontalan idő, mert bőven foglalkoztatnék bármi mással ahelyett, hogy én most pont 2 órát Pécsről Budapestre vagy Pécsről Szegedre ugye elautózok, mert ugye van annyi minden más, szerintem mindenki életében, ami lehet, hogy abban az időszakban abszolút prioritást élvez, és biztos, hogy ezek az emberek az én baráti társaságomban is, akik ahhoz ragaszkodnak, hogy ők szeretnék az autóvezetési élményét továbbra is élvezni, azok is rá fogják jönni arra, hogy azt élvezhetik, de sokkal nagyobb arányban lesz, majd nekik is fontos az, hogy az életüket és a saját időbeosztásokat azokat úgy tudják menedzselni, hogy igen, a szerintük is értelmes és értékes feladatokra elég idő jusson. Te világod az önvezető autóval elmegyünk az a versenypályára, ahol kiéljük a Bence által élt élményeket, hogy mégiscsak mi vagyunk az urai a volánnak.
valahogy ilyesmi körvonalazódik. De nem szabadod leragadni, hogy azért nem jó az önvezető autó, mert hogy én akarok vezetni meg az elektromos autó, mert nekem kell az autó hangja. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon alap dolgok, amik most, hogy mondjam, számomra egy kicsit megmosolyogtatják az ellenérveket az ilyen jellegű technológiák mellett. Én biztos vagyok benne, hogy mindenki, aki majd bármennyire is fanatikusnak hiszi magát, találkozik ezzel a technológiával, és egy kicsit engedi az befolyni majd a hétköznapjaira, az a hétköznapjaiba az borzasztóan gyorsan fog majd szemléletet váltani. Peti, szerinted technológia vagy társadalom, ami inkább még gát adsz ennek az elterjedésének? Szerintem mind a kettő. Ugye van itt egy jogi kérdés, hogyha balesetet szenved egy önvezető autó, akkor kiírta a felelős, a tulajdonos, a vezető, vagy pedig a gyártó. Ez az egyik, amit még itt tisztázni kell. A másik pedig ugye nyilván a technológia. Tehát ugye a technológiának nem csak az autóban kell jelen lennie, hanem az utakon is, hogy fel kell tudnia ismerni azokat a bizonyos szituációkat, amiket fel kell. Tehát nyilván nem lehet egy olyan akadály, hogy egy fehér színű kamiont nem ismer föl például, és így tovább. Pádi, te hogy látod ezt a kérdést? Amennyire én tudom, mert nem vagyok szakértője a területnek, szerintem a technológia még most nem tartott. Vannak ilyen morális kérdések, vagy jogi kérdések is, amiket még tisztázni kell. Én azt gondolom, hogy amint a technológia bizonyít, biztos, hogy el fog indulni. Tudok abban hinni, amit a Peti mondott, hogy lesznek részterületek, vagy a záruszállítás, vagy az autópálya, vagy közösségi közlekedés városon belül, ahol metrók, ugye robot metrók vannak már, tehát kötött pályán ez mondjuk viszonylag egyszerűbb. Közúti közlekedésben azért még nyilván sok minden nem múlik. De tényleg én maximálisan abban hiszek, hogy ez nem választás kérdés, ennek el kell terjednie, tehát egy nagyvárosnak a közlekedés az nem lesz másképpen fönntartható, csak ilyen típusú önvezető járművekkel. Most még nagyon abban gondolkodunk, hogy ezek a járművek 4 kerékkel a földön vannak és gurulnak. Nem vagyok biztos benne, hogy ezek lesznek majd az első ilyen járművek, amik majd mondjuk közösségi közlekedésben fognak részt venni. Köszönöm. Még egy kérdés fogalmazódott itt meg bennem a sport és az informatika kapcsán. És Norbit és Bencét kérdezném, hogy mennyire látjátok azt egy kézzelfogható dolognak, hogy még a következő 5 évben egyre több informatikus fog dolgozni nektek, vagy hát a csapatnak, aki igazából a ti munkátokat segíti. Ha mondjuk 15 évet teszem fel a kérdést, akkor sokkal inkább tűnt volna faramucinak. Szerintem ma már ennek abszolút jelene van, de hogy a jövő az merre tart, abban így a meglátásokra kíváncsi lenni. Hát én csak azt mondom neked, hogy az én versenycsapatomban a Mirában már gyakorlatilag alapszerelői feladatokat is mérnökök és informatikusok látnak el. Tehát én abban hiszek, hogy ilyen jellegű irányba kell menni, és kicsit túlméretezve az informatikai vonalat kell már most hozzáállni ezekhez a feladatokhoz, mert nekem nincs kétségem afelől, hogy ugye, ahogy az elején is beszéltünk róla, ezzel a mértékű digitalizációval, nem csak a hétköznapi életben, hanem a sportokkal is, muszáj ilyen jellegű előnyt és túlképzettséget már most kialakítanunk annak érdekében, hogy a közeljövőben is versenyképesek lehessünk. Bence? Lehet, hogy ez egy segítség lenne például nálunk is, hogyha nem az edzőnek kéne ezt a munkát is elvégezni, hogy kielemzi a mérkőzéseket, ő vágja össze a videókat, de ismerve őt, ő nem adná ki ezt a kezéből, úgyhogy ez biztos vagyok benne, hogy ő csinálná. Viszont az erőléti edzőnek a munkát lehet, hogy tudná segíteni sok mindenben ez a digitalizáció, az informatika, úgyhogy a jövőre nézett biztos, hogy egy előny lehetne, úgyhogy biztos vagyok benne abban is, hogy ez be fog kerülni a sportba. Rendben, köszönöm szépen. Ezen túl meg is imitálnak benneteket, mert akkor 5 vagy 10 év múlva visszatérünk erre a kérdésre, de Peti, nem akarom belét folytani a szót, úgyhogy mondj nyugodtan. Egy érdekes dolgot szeretnék elmondani egyébként, hogy a Fujitsunak van egy érdekes projektje, ugye 2020-ban lesz egy nyári olimpiánk, és ott már meg fog jelenni nem más, mint egy mesterséges intelligencia bíró a tornasportban. Ugye itt a képek és a végrehajtott gyakorlatok alapján ki fogja tudni mutatni, hogy ezt a gyakorlatot ki úgy valóban végrehajtott-e az a bizonyos tornász, meg voltak a megfelelő pózok benne, és ez alapján ő fog egy bizonyos pontot adni, ez jövőre már valóság lesz. Srácok, köszönöm szépen nektek, hogy megosztottátok velünk a gondolataitokat. Hogyha esetleg a közönségből valakinek
van kérdés, akkor egy-két perc erejéig még ez rendelkezésre áll. Én nagy tapsot kérnék szépen a kollégáknak.